Pénteken a nagy színpadon a Karinthy Színház Nagymester című előadásával kezdődtek a versenyprogramok. Az Old Tamás és Valcz Péter által írt zenés vígjátékban Bodrogi Gyula egy színész legendát alakít, aki egy fiatal fiút tanít a mesterség titkaira. A darabot Bodrogi Gyula számára írták a szerzők, akik fejében már korábban megszületett az előadás ötlete. Ezzel csak fölhívott, hogy megvan az a darab, amiről beszéltünk. Hogy van-e kedve, mert mondom, mi az, hogy van, hát természetesen. És akkor lett ő a Karinthy Színházba igazgató, és meghívott, és nagyon jó volt a Valcz Péterrel, dolgoztunk meg vele, és nagyon, nagyon jó pofa előadás lett, én azt hiszem. Teljesen elvesztette már a valóságérzékét. Nem emlékszik rá? Szombaton a Víg Színház az Apa című előadását láthatta a nagy érdemű Kern Andrással a főszerepben. A 2012-ben született darab mély empátiával és sok humorral mutatja meg egy idős férfi küzdelmét a szellemi hanyatlással. Egy Alzheimer-kóros láttunk az elejétől fogva, de az elején ez olyan sűrítési kérdés, mint hogy egy darab tud sűríteni, ez egy tulajdonképpen egy hét leforgása alatt játszódó darab, úgy csinál, mintha egy hétig tartana, de azért összerakja, összesűríti és megmutatja egy ilyen betegségnek az elejét is, meg majdnem a végét is, úgyhogy nagyon ügyesen van megírva. Szép jó reggelt, azt a foglalást, tartom át, kérem! Kolajbal elhívom neked! Értem! Vasárnap a Játékszín Teltház című virtuóz komédiájában a közönséget Nagy Sándor kápráztatta el, aki közel 40 karaktert formál meg az egyszemélyes darabban. Én ezt monovégjátéknak szoktam hívni, van ugyan egy drámai vonulat a darabban, de alapvetően ugye itt arról van szó, hogy a különböző karakterek közti váltás az, ami a nézőket el tudja kápráztatni, és a legnagyobb visszaigazolás az tulajdonképpen az, amikor a nézőknek lesznek kedvenc karaktereik az előadás alatt, és elfelejtik, hogy egyedül vagyok. Azt hiszem, hogy ez a legjobb része. A Vidor Fesztivál versenyprogramjában a következő napokban látható lesz még többek között az Orlai Produkciós Iroda, a Szolnoki Szigligeti Színház, a Miskolci, a Győri, a Csokonai Nemzeti Színház versenyelőadása. A Kossuth téren koncertet ad Minelli és a The Beavers is. A díjakról a fesztivál végén a Hegedűs D. Géza színművész rendező vezette zsűri dönt majd.